Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és ez a Huawei E2130-as modem, ami tulajdonképpen a világ első SD kártya méretű 3G modeme, illetve HSB a pluszra is képes, maximum 21 megabit per szekundos letöltési sebességig. Készülék két verzióban érhető el, amit látható. Az egyik a kisebbik VCDM a 2100 MHz-et, a nagyobbik pedig szintén VCDM más, de a 2100 MHz 850 és 800 MHz-re is képes. Beépített antennával rendelkezik, illetve nanoszín foglalattal, ezzel lehet tehát mobil internetet csiholni rá. Ahogy láthatjuk itt a specifikációban, támogatja az Androidot 4.0-ton felfele, illetve Windows 8-at vagy 8.0-át. Mindösszesen 7 gram, illetve teljes méretben kompatibilis igazából az SD mérettel. Itt már van egy tablet is, ami rendelkezik ezzel, amint látható. Itt láthatjuk a 3G-t, tehát a T-Mobile-t, ami a slot itt található, egy tulajdonképpen egy teljes méretű SD slotban van beledugva a, ez a Ultra Stick, az E2130-as. Megpróbáljuk megnézni, milyen tablet ennek a típusa, amiben már elérhető ez a ez az új beépített modem. Látható igazából, hogy a tablet annyira nem készséges ebben, hogy némi részletet eláruljon nekünk a típusáról. Na most sikerült, de hát igazából egy MSM 12-11-es számot látunk, semmi más, így pontosan a típusát nem fogjuk tudni sajnos a készüléknek. Ami viszont érdekes, hogy ez alapesetben sima wifi-s tablet, azonban ez az Ultra Stick-kel tehető 3G képesség, ez itt van benne, ez tényleg akkora, mint egy sima SD kártya, benne van egy mikro, illetve bocsánat, egy nanoszim, amit egyszerűen bele kell pattintani, és akkor 3G képes. De amint látható, van egy kis vájat a kártya közepén, amivel egy tűvel tudjuk kivenni ezt az Ultra Stick-et, illetve a hátoldal is teljesen SD-nek kinéző, tehát tényleg a notebookban például beletölthető egy SD slotba, és így 3G-re bővíthető a Windows 8-as notebook. Ezt a tabletbe, hogyha beledugjuk, akkor az addig csak Wi-Fi only tablet rögtön 3G képessé válik, igazából szükséges egy újraindítás, ezt követően már is működni fog a rendszer. Ez volt tehát a Huawei Ultra Stick E2130-as beépített modem egy SD kártyába. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!